Az úthasználati jogosultságok eltérő mértékben drágultak az idén, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT weboldalán közzétett díjtáblázat szerint az országos éves autópálya matricáért személygépkocsik esetében 49.190 forintot kell fizetni, mintegy 5%-kal többet a tavalyi 46.850 forintnál. Az éves megyei matricák ára pedig 5.720 forint a tavalyi 5.450 forint után. Még nem tudtuk eldönteni, hogy megyei matricát vegyünk, vagy éves teljes matricát. Így most kiderült, hogy már úgy döntöttünk, hogy inkább éves veszünk. Néztük és számvetettünk, és mindenképpen eldöntöttünk, mert úgy érezzük, hogy ebben az évben többfele is fogunk menni, és azért mondjuk gondoltuk, hogy gazdaságosabb lesz. Jelentősebben nőtt a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára. A személygépkocsik esetében D1 kategóriában a havi matrica ára 8.900 forint a tavalyi 5.210 forint után. A 10 napig érvényes matrica pedig 5.500 forintra drágult, az előző évi 3.820 forintról. Nekünk mi országosat szoktunk, mert járunk többet Pestre, meg egyáltalán mindenfelé az országba, úgyhogy nekünk így jobban megéri, mintha 10 napos és megyei. Én már 6-án megvettem, mert elég sokat járok autópályán. Szerintem sokkal gyorsabb, biztonságosabb autópályán közlekedni. Már nagyon sok helyre el tudunk, hál' Istennek, ott jutni. Úgyhogy én hasznosnak találom. Az útdíjfizetési szolgáltató tapasztalatai szerint az új éves autópálya matricák beszerzését sokan hagyják az utolsó pillanatra. Január 31-én éjfélkor több mint 3 millió éves országos és megyei autópálya matrica érvényessége járt le. Két nappal korábban, azaz vasárnapig még csak kicsivel több mint 1,3 millió darab 2023-ra szóló éves matricát vásároltak a NUSZ adatai szerint.